A 2022-es országgyűlési választáson a megye egyes választókerületében 23.254 szavazatot kapott dr. Szabó Tünde. Ezzel ő szerezte meg az egyéni parlamenti mandátumot. A politikus immár a második ciklusában képviseli Nyíregyházát az országgyűlésben. Azt mondta, folytatni szeretné azt a fejlesztési politikát, amely a városvezetéssel közösen 12 éve elkezdődött. Az a munka, amely elkezdődhetett 2010 óta a Fidesz-KDNP kormánnyal, az a nagyívű felhatalmazás, amit akkor is megkaptak, és most is több mint kétharmaddal, ez is azt eredményezi, hogy jó úton haladunk, és az a fejlesztés, azok a sok-sok program, amely az itt élőket tudja támogatni, akár fiatalok, családok, idősebb korosztályt, ez a munka ezt tovább folytatódhat. Én is azért dolgozom, hogy az itt élőknek a kéréseit meghallgatva ténylegesen mindent tudjunk teljesíteni. Könnyű dolgom van, hiszen a polgármester úr, a Nyíregyházi önkormányzat is abszolút támogató, és Fidesz vezetésű önkormányzat, és így azt gondolom, hogy egy kétharmados többséggel a parlamentbe bármit el tudunk érni a városunk érdekében is. A megye kettes választókerületében Vinnai Győző 26.277 szavazatot kapott, így ott ő szerezte meg a parlamenti mandátumot. A negyedik ciklusát kezdő politikus azt tűzte ki célul, hogy a választókerületéhez tartozó agglomeráció fejlesztését továbbra is segítse. A legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy az emberek igényeiből kiindulva az életüket jobbá tegyem. Ez az kell, hogy fejlesszük a munkahelyeket, vagy teremtsünk újakat, vagy tartsuk meg a régieket, mert azt fontosnak tartom elmondani, hogy ha munka van, akkor minden van. Az emberek így gondolkodnak, el tudják tartani a családjukat, van tisztes jövedelmük, tudnak fordítani az infrastruktúra fejlesztésre, és hogyha képviselőként lobbizhatok majd azért, hogy a munkahelyek mellett fejlődjön az infrastruktúra, pontosabban komplex módon fölzárkózzon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az a része, amely a választókerületemhez tartozik, hiszen itt közel 100 000 ember él, mintegy 71 000 választópolgár, akiknek 12 éve már képviselője vagyok, és ők bizalmat szavaztak, hogy tovább menjünk ezen az úton. Én pedig ezt a bizalmat szeretném meghálálni, hogy minden embernek, minden közösségnek, minden településnek az ügyét fölvállalom, és amennyiben tudok, segítek. A két képviselő csütörtökön vette át a parlamenti mandátumáról szóló megbízó levelet a Városházán. Az új országgyűlés alakuló ülését május 2-án tartja.